Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, und Sonntag hier. Az vasárnap. Mi történik a hétvégén? Először is megnézzük a pénteki napot. Itt felül az érmék láthatóak. Az jelenti az anyagi helyzetet, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással, de jelentheti a belső értékeket is, vagy a föld elemét, a reális dolgokat, amikor egy ötletet meg kell valósítani. Itt van két lehetőség. Vagy a mélybe tekintesz, szomorú vagy, nem hiszel abban, hogy minden jóra fordul, akkor vannak félelmek, bizonytalanságok, sőt, veszteségek és pénzkiadás, vagy félsz, hogy elveszíted a munkádat, vagy félsz attól, hogy elveszíted őt, vagy nem kapod meg az elismerést. Ez lehet az ő hangulata is. Viszont, ha felfedezed a háttérben ezt a szent képet, akkor megvan a bizalom. És akkor úgy gondolod, akkor is, ha jelenleg még minden úgy a feje tetejére állt, és ez egy átmeneti időszak, de megvan a hitem, megvan a bizalom, hogy minden jóra fordul, akkor így lesz. És ez a helyzet megváltozik, mert tulajdonképpen ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor másnak tűnik, és érzed az, hogy megvan a talaj a lábad alatt, megvan a hozzáállás, valamit más szemmel kellene tekinteni. Lehet, hogy itt tényleg erről van szó, hogy úgy érzed, hogy veszteség ér, vagy úgy gondolod, nem, itt nem lesz veszteség, hanem minden rendben van. És itt látható az átmeneti időszak, hiszen az egyik partot elhagytátok. Ő evez az új part fele, ami még nem látható. Lehet, hogy emiatt vannak ezek a bizonytalanságok, és úgy gondolod, minden a feje tetejére állt, és elveszíted a talajt a lábad alól. Lehet, hogy ő érzi így magát. De már szombaton javul a helyzet, az itt látható. Érdekes, hogy mind három kártyán a kelyhek vannak, és a kelyhek azok utalnak az érzelmekre. Közeledik hozzád, a kezében van az arany kehely, átnyújtja számodra. Itt is látható, hogy nyitott arra, hogy érzelmekről vagy jövőről beszéljen. Igaz, még kicsit bizonytalan, olyan, mint egy kisfiú, de mégis nyitott arra, hogy tervezzetek egy közös jövőt, ami itt látható. A 10-es szám a képen utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Ez az irány oda vezet. És itt látható ez a boldog szerelmi kapcsolat, a boldog családi kapcsolat. Vasárnap az itt látható, a kezében vannak az érmék. Az lehet az anyagi helyzet, itt kell az egyensúly, a bevétel, meg a kiadás. Kell a belső egyensúly is, a harmónia. Az is lehet, hogy itt van két ajánlat, munkahelyi ajánlat. De ő még vacillál, tegyem vagy ne tegyem, melyik lenne helyes számomra, de döntést hoz, hiszen itt látható, hogy a két érem közül az egyiket a kezébe veszi, és odafigyel rá, igen, itt van a helyem, ez a munkahelyem, ez hoz nyerességet. És ha tényleg munkahelyi változásokról van szó, sikere lesz, felveszik őt, hiszen itt látható egyrészt a tűz eleme, ami jelenti a mozgást, a változásokat, a lelkesedését, és itt van a siker, őt felveszik, ha ez a téma. De az arany érméknél lehetnek a belső értékek is.
hogy ő még nem bízik meg úgy saját magában, oda kell figyelni a saját értékeire, és akkor itt van a győzelem, a siker. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen. És én kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!